Az előadás Karinti Frigyes Utazás a koponyám körül című regénye nyomán készült. Két szereplős darab, amelyben Csizmadia Gergely F-et játsza. Én a Frigyest játszom, ami azért is nehéz feladat, mert ő ugye zseni volt, ezt megjeleníteni nem tudjuk a színpadon, illetve az ő gondolatiságát talán és a humorát van, amilyen szinten remélem, hogy sikerült. Talán budapestiként ez egy picit könnyebb is, tehát hogy ugye abból a millióból és abból a környezetből érkeztünk, és ez egy kicsi könnyebbség is, enélkül elég nehéz őt megfogni ennek a polgári létezésnek és gondolkodásnak az alapjait. Boros Ádám a darab másik szereplője X-ként van jelölve a szövegkönyvben, hol támadja, hol bevédi magát, így jellemezte karakterét a színész. Nyilván már önmagában attól hatalmas élmény, hogy Karintiról ilyen szemszögből dolgozhatunk, de ehhez volt egy olyan számomra nagyon fontos, konstruktív munkamorál, amelyik a pályafutásomon egy elég nagy ritkaságnak nevezhető, hogy nagyon olyan munkában vagyunk együtt, hogy még valami fajta támadási alap van, az is általában átfordul konstruktív párbeszédre a rendező és a színészek között. És ez egy nagyon fontos, főleg egy ilyen témánál, amelyik korát hasít. A darabot a Jászai Mari díjas Káló Béla rendezte. A történet egy agydaganat története. Nem egy könnyű történet, de hogy mindenképpen megéri ezzel a történettel együtt lenni, az biztos. Ugyanis egy borzasztó nagy feloldozást ad. Én azt gondolom, hogy a ma emberének erre szüksége van. Szüksége van arra, hogy leálljon egy pillanatra, és bizonyos dolgokat az értékrendjében helyre tegyen. Na, ez a darab erre lehetőséget ad. A teljes darabot októberben tervezik bemutatni Budapesten, majd Szabadkán is.